Na szavaztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóval, és ma bele fogunk kezdeni a játékos karrierünkbe itt a FIFA 22 keretein belül, úgyhogy alkotunk egy jó kis játékost magunknak. Mondjuk őt, nagyjából hasonlít egyébként rám, úgyhogy valamire jó lesz. Azt mondja, hogy Balázs Simon lesz nyilván a nevünk. Olyan van, hogy Safari, akkor olyan is kéne legyen, hogy Simon, szerintem legalábbis. Úgyhogy keresgéljünk csak Simon, gyerekek, hát Simon, persze. Csodálatos, 39-es messzámmal nyilvánvalóan. Ezzel már senki nem vitatkozik, nem köt bele senki, mindenki tudja. Hungari, 2000 augusztus 9. Csak hogy minden igaz legyen. Nagyon jó, valahogy szerintem kb. Így nézek ki magasságba, azt, hogy a font az mit számít súlyba, azt nem tudom pontosan megmondani, de ez ilyen. Most csatárok leszünk idén, ballábas csatárok, csodálatos. Hát a buksi az marad, egy kicsit barnábbak leszünk. A szemünk az igazából annyi, hogy kék lesz. Az orrunk, hát amúgy nagyjából hasonló. Kicsit ilyen bumszli orrom van előről, de nagyjából hasonló. A száj az jó lesz. Igazából nem akarok nagyon sok mindent változtatni itt az emberünkön. A hajunkat egy kicsit változtassuk, hát mondjuk azért ennyire szar nincsen. De hát talán egyébként valami hasonló. Nagyjából színe, hát az meg mit tudom én, azért egy kicsit barnább, így jó. Egész jó képű a gyerek, én annyira nem vagyok az, na mindegy. És akkor kell nekünk egy kis borosta, vagy valami olyasmiféle, kis arcszőrzet, csöves szakál, ez így nagyon jó lesz szerintem. Ez egy igazán jó képű úriember lett, azt kell mondanom. Na, kitűrjük a mezünket. Várjál, kit fit. Nem, itt még nem tartunk. Itt tartunk. Rövid ujjú lehet egyszer. Tight. Jó, na most nézzük a cipőt. Kíváncsi vagyok, hogy milyen új cipők vannak a játékban. Még nem néztem, úgyhogy remélem van azért valami kis jóféle. Az a Puma King az nem rossz, meg ez se. Ó, kis klasszikus. Ó, ez lesz az, tuti. Ilyen cipőm még volt is. Voltam vagy 6 éves, aztán fémstoplisba toltam. Ez legyen short. Ankle tape. Hát lehet egy fehér egyébként. Jó. Legyünk tankok. Legyünk tankok. Azon nem újjon. Oké. Na, kész is vagyunk a játékosunkkal. És hát Angliába fogjuk elkezdeni. Méghozzá Manchester United csapatánál. De valószínű azért az első szezonban elmegyünk kölcsönbe. Hát most világklasszison, mert nem volt könnyű a sima karriermód sem. Úgyhogy, ja, világklasszison kezdjük, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk alkotni a későbbiekben. Reménykedünk a legjobbakban egyébként. Örülnék neki, hogyha egy-két hónapon belül azért Ultimate-re fel tudnám vinni a nehézséget. Kicsit gyengének érzem magam. Na, gyönyörű szépen el is mentettük. Skill pointok. XP. Archetypes. Jó, van 7 darab skill pointunk. És center forwardok lettünk, az mondjuk nem jó. De mindegy. Pace egyszer kéne egy kis sebesség a fiúnak. Így egy 3-at erre rá is verünk szerintem. Meg még egy kettőt. Ez egyszer jó, és mondjuk egy kis passz. Short passz, tök jó. Meg még egy skill point. Menjen még egy short. Jó, nem jó, nem elég. Akkor várjál. Akkor a dribbling. Így. Oké. Okay. Na hát ez megvan. Perks. Ezek voltak eddig is, ugye? 3-at lehet kiválasztani, ez viszont jó lesz, azt oda dob be.
Jó, menedzser ratinget azt tudjuk. Edzeni kell, meg játszani kell jól, és akkor menni fog minden. 68-asak vagyunk, viszont lehet ugye változtatni a CF-en, mert én így ST akarok lenni. Köszönöm szépen. Ennyi, és 70-esek vagyunk. Jó, csodálatos. Simon megérkezett a Unitedbe, gyerekek. Gyönyörű. Jaj, de jól néz ki. Na. Tréning. Első körben. Hát egy ilyen mondjuk. Jó. Na, nyomjuk ezeket most le. Jó. B. Legyen B. Elfogadjuk. Kettes szintűek vagyunk. Distance shooter, na az már azért jobban tetszik, mint az eddigiek, úgyhogy hát egyszer ezt a 3 skill pontot használjuk el. Így. Meg a stamina. Tökéletes. És ezt add oda, jó? Köszönöm. Oké, hát a következő meccsünk egy kínai csapat ellen lesz. Érdekes lesz. A 80. percben lépünk pályára. Fellaini kihagyott egy büntetőt. Oké, ezt eddig tudjuk. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog történni. Jövünk föl Ronaldo helyére, az mondjuk azért eléggé szép jelenet. Igen. Jó. Hát szerintem igazából ezt fogjuk. Oké, szóval igazából már el is felejtettem, hogy mit kéne csinálni. De 7.0-ás értékelés kell, az egyszer biztos. Illetve egy outside of the box gól, ami biztos, hogy nem fog összejönni, de semmi probléma. És egy lövés, és jó volt, nem volt rossz. Kipattant a kapusról, ja, és le sem volt Bruno Fernandes. Jó, nem baj. És a lövés. Hú, nem volt rossz, majdnem gól volt. Ott volt a kapus. Ó, Jadon Sancho. De jól nézel ki, fiam. 6.5, még egy-két lövés, és igazából megvan a 7-es értékelésünk. Ha azt nézzük. És eddig hibátlanul játszunk. Igaz, hogy gól nem sikerült még lőni, de majd idővel. És Bruno majdnem bevágta. Itt a mérkőzés vége. Jó, hát nyertünk. Ami azt jelenti, hogy számunkra mit jelent? Gondolom Ronaldo lőtte a gólt. Ez eddig oké. De nézzük, hogy nekünk mit sikerült alkotnunk. Hogy ezt nem fogjuk látni? De fogjuk látni. Valami sikerült. A match rating és a dribbling sikerült, úgyhogy ez tök jó. Oké. Szintet léptünk. Ami azt jelenti, hogy megint kaptunk 3 skill pointot. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit labda vezetünk. Ball control. Ez így 2. És ez így 1. Nagyon jó. Oké. Okay. 71-esek vagyunk. Tökéletes. Következő meccsünk is egy kínai csapat ellen lesz. A Shanghai Port ellen. Úgyhogy nézzük, hogy játszunk-e valamit. Ó, Ronaldo helyére ismételten pályára lépünk, de most majdnem fél órát fogunk kapni. Ami tök jó, nézzük is. Ez fog menni egész szezonban amúgy. Csak nem. De jól néz ki. Jó, igazából ez lesz az. 3 passz az ellenfél tér felén. Viszonylag könnyen működni fog szerintem. És a kapufa! Ha-ha! Majdnem bekezdtünk, de nagyon durván. Júj! Jó, hát én azzal megyek is. És azt lövöm is. Szép védés a kapustól. Lőjük el, Bruno. Szép védés. Az jó is volt, meg Wire-nek is mellé lövi a pali. Pedig nagyon közel volt a kapuhoz, Harry. Na mindegy. Jó, és ott az első gólunk is. Nagyon jó, gyönyörű. 83. percben megszereztük az első gólunkat.
Manchester United mezben. Szép volt, és ha jól láttam, egyébként jobban lőttük, ami meglepő. Na mindegy, Jadon Sancho-tól kaptuk a gólpasszt, és mivel elég gyorsak vagyunk, ezért meg tudtunk szökni itt a két védő között, és bam bam, hello, szia. 1-0. Nagyon jó. Hát a kapusnak sok esélye nem volt. Jól is jött a beadás, és tudtunk is fejelni. Egy kis sérülést összeszedtünk, ez reméljük, hogy egyáltalán nem lesz komoly. Viszont a bíró most mindjárt le is fújja a meccset. Így is van, itt a vége, 1-0-ra nyertünk, és mi lőttük a győztes gólt itt a Shanghai Port ellen. Úgyhogy örülünk neki nagyon, szerintem egyébként lehet, hogy meccsemberei is lettünk. Elég jól ment a játék most. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi a helyzet. Így is van 10.0-val, hát elég valószínű, hogy meccsemberei lettünk. Ott is van a kis trófeánk a kezünkbe, és mindent elértünk, amit akartunk, úgyhogy Solskjaer nagyon örül, és már majdnem, hogy kezdőcsapatba vagyunk. Úgyhogy ez szép volt, ez nagyon szép volt. Én azt gondolom, hogy egy kölcsönt azért kérünk, mert 71-esen mégse vagyunk Premier League szintű csatárok még, attól függetlenül, hogy jól teljesítünk jelenleg. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez kell, hogy mondjuk egy championshipbe menjünk, vagy valahova. Majd meglátjuk. Na, de igazából 64. percben ismételten Cristiano Ronaldo helyére érkeztünk, és vezet a Barcelona, úgyhogy valószínű valami nagyon nehéz feladatunk lesz majd. Kíváncsian várom, hogy mi lesz. Igen, 2 lövés, 1 gól. Jó, legyen ez. Legyen 3 kapura lövésünk itt az utolsó 25 percben. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Jó, azzal mehetünk is. És távolról, és ott is van az outside of the box. Mekkora gólt vágtunk, Ter Stegen, hol voltál, öreg? Marc-André Ter Stegen azt se tudta, hogy hol van. Nagyon szép gólt akasztottunk, ezt mindjárt vissza is nézzük. Hát eddig nagyon jók vagyunk, tényleg. Pogba adta a paszt, a védők nagyon lemaradtak. Amúgy fogható lett volna szerintem. Na mindegy. Lényegtelen. Az a lényeg, hogy ez most bent volt. És ez nagyon szép volt. 1-1, Sancho. Rossz passz. És mindjárt vége a mérkőzésnek. Nem lesz meg a 3 lövésünk. Nem leszünk kezdők. Oké, 1-1. A mérkőzés vége. Lőttünk egy nagy gólt. Jó, mondjuk igaz, hogy nem volt olyan hatalmas, mert azért Ter Stegen bőven foghatta volna, itt láthatjátok egyébként. De azért nem volt csúnya. Na nézzük, megint meccsemberei lettünk, hogyha jól látom egyébként. De majd mindjárt kiderül ez. És kezdők lettünk, jó? Mert hogy meg lett minden. Gyerekek, és 4 skill pontot kaptunk, mert hogy már 4-es szintűek vagyunk. Csodálatos. A skill pontokat felhasználjuk még ebben a videóban, és akkor lassan igazából vége lesz azért. Jumping annyira nem fontos. Védekezés se. Ez így mondjuk jöhet. Úgyni. Jó. Ezzel pedig 72-esek lettünk. Tökéletes. Ó, és még van egy skill pontunk. Ezt meg valahol megpróbáljuk még egyszer felhasználni. Longshotok legyenek szépen. Oké. Csodálatos. A következő mérkőzést azt a Real Madrid ellen kezdőben kaptuk meg. Eléggé nagy megtiszteltetés szerintem. Úgyhogy ezt majd csak a következő részben fogjuk lejátszani. Kezdők lettünk egyből. Viszont azt írja, hogy pur a formánk. Ez érdekes. És egyből beleegyeztek abba, hogy menjek kölcsönbe. Ennek egyébként örülök, hogy nem kellett 28 milliószor kérni. Úgyhogy ja, hát srácok, ennyi lett volna ez a kis bevezető epizód, ami annyira azért nem is volt bevezető, valljuk be. Volt elég sok játék is.
Úgyhogy remélem, hogy tetszett és élveztétek. Hogyha így van, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és kapcsoljátok be mindenképpen az értesítéseket, ugyanis nagyon kevés embernek van bekapcsolva. Úgyhogy, ja. Ha megnyomjátok a kis csengőt, akkor egyből fogtok értesülni arról, hogy mikor teszek föl videót. És azért az nem egy rossz dolog. Na ja. Viszont ennyi lett volna mára tényleg, úgyhogy találkozunk hamarosan a következő videóban, addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!